A legegyszerűbb irányváltás. A hátrafelé korcsolyázásban csúszás a belső éleken, a csípőt előre kell fordítani, a lépőlábat átfordítva előre irányban letenni a jégre. Mély helyzetben kell előre korcsolyázásban folytatni a mozgást. A gyakorlat hasonló alapelveket követ. Keresztlépésekkel indul a gyakorlat, majd átfordulás után előre korcsolyázás. A cél a sebességvesztés nélküli fordulás gyakorlása. A térdek hajlítottak, először negyed fordulattal. Másodszor fél fordulattal. És végül teljes fordulattal. Minden vonalon fordulás arccal egy irányban. A legegyszerűbb feladat a fordulások begyakorlására. A test súlypontját mélyen kell tartani a koszorúzás során. A hát egyenes, a fej fent. A belső láb messzire kinyúlik oldalra, mielőtt a külső láb a jégen marad. A kanyarodás közbeni csúszás gyakorlására kiváló feladat. Néhány tolás után el kell emelni a belső lábat a jégtől, utána csúszás, amilyen hosszan lehet. Ebben a feladatban az egyensúly megtartására kell törekedni. Indulás a belső érről. Most a külső érről. A hát egyenesen tartására rávezető gyakorlat. Megfelelő sebességgel kell elvégezni. A társ először enyhén, majd erősebben fejtsen ki ellenállást. A lábizmai keményen dolgoznak. Néhány keresztlépést kell használni a felgyorsuláshoz. A legdinamikusabban kell a mozgást elvégezni. A legnagyobb sebesség eléréséhez azonban nem szabad túl sok oldalirányú lépést tenni, meccs szituációban azonban a támadót nem szabad oldalról elengedni. Hátracsúszás közben közvetlenül a fékezés előtt ki kell fordítani a korcsolya órát. A térdeket ki kell engedni és karcolni a jeget. Ez a legegyszerűbb megállási mód hátrafelé. A technika azonos, mint az előbb, csak egy lábon végezve. Ennél a feladatnál nagyon be kell dönteni a térdeket, a csípő 90 fokos elfordításával meg kell tartani az egyensúlyi helyzetet. A megállás annál gyorsabb, minél nagyobb a térdöntés szöge. Társal végzett feladat, a társ mozgását kell azonnal lekövetni. Mozgással ki kell a társat hozni az egyensúlyi helyzetéből. A háttérnek meg kell tartani a bottávolságot, a támadó minden mozgását lekövetve. Lehet koronggal is végeztetni.
feladat végén a kék vonalnál a támadó megpróbál elmenni a védő és a palánk között. A csatár dönti el a korcsolyázás irányát és sebességét, mindkét kört használni kell. A hátvédnek meg kell tartani a távolságot a csatárral úgy, hogy közben arccal mindig a támadó felé néz. A feladat végén a kék vonalnál a támadó megpróbál elmenni a védő és a palánk között.